Sziasztok, Fid vagyok, és ebben a videóban a Dualtron Populáról lesz szó. Ezt kértétek már egy páran, de hát nem lehet mindig azonnal mindent, és ezen már az egész Future Board átment, nem kímélve, de még mindig egyben van. Elég robosztus a külseje, és én is szétküldtem, mikor jöttem vele haza. Megkúpoltam vele két voltos futárt, hát kukirinjük volt, de már meg nem mondom, hogy melyik. Az első azt mondta, hogy jó bukós is, csak a másik később meg megkérdezte, hogy mi az, ha ez, mert nagyon megy. És tényleg nagyon megy, bőven elég az ereje, nem szaggatja fel a beton, de meglepő pillanatokat tud okozni. Én azt hittem, hogy kényelmetlen lesz, mint a Dualtron Mini, ugye nekem 46-os a lábam, és azon pont a lábtámasz élére tudom tenni a lábamat, hogy valamennyire kényelmes legyen, de tanultak belőle, mert itt már nem egy hegyes lap, de még így is bőven túrog rajta a lábam, itt látszik, hogy a sarkamat itt ütögette a hátsó sárvédő, de tényleg el lehet férni rajta, hogyha nagy lábad van, vagy hülyén nézel ki. Elől-hátul dofék van, ami szerintem előnyük is rollereken, mint hátrány. Már annyian videót láttam rollereknél, mikor fölteszik székre, és mi ez a hang, és közben így jár a féktárcsa, mert az összes olcsó rolleren szarfék van, szar bovdenes fék, ami egy oldalról nyom. A dofék előnye igazából az, hogy könnyű beállítani, igazából ha nem áztatod szarra, akkor örök élet, és tök könnyen be tudod tekerni például az első féket úgy, hogy ha hajlamos vagy beparázni és rárántani az első fékre, akkor nem tudsz pofára esni, mert becsavarod úgy, hogy csak lassításra legyen alkalmas. Felfüggesztés, itt már teleszkópos, és elég kemény, legalábbis az én, hát megpakolva szerintem egy 85-90 kiló vagyok harci díszbe, táskával, minden együtt, de elég kemény, csörög, csattog és rezeg az egész, de hát ugyanezt csinálja a Nami Klima, Nami Viper, Teveren, az összes teleszkópos roller sajnos ilyen, mert egyszerűen a rugónak vagy teleszkópnak a kereszt stiftje nem pontos a furatban, hát most vagy a gyártók hibáznak, vagy akik gyártják a teleszkópot, hát ezt utólag ezen szoktunk segíteni, és akkor csöndbe van. És még utoljára a Mantis 8-on hallottam ezt, hogy belázza a vázat a motor, ott sokkal durvábban, itt meg tudja indulásnál zizegtetni ezt a műanyagot, ezt úgy lehet kiköszöbölni, hogy le kell csavarozni és mögé föl ragasztani egy öntapadós szivacslapot, ilyen 1-2 mm vastagot, és nem szabad utána nagyon meghúzni a csavart, mert áthúzza magát a műanyagon. Hát nem, igazából minden rollerhez hozzá kell nyúlni, mert gyárilag semmi se jó. Nyakban csukhatós, én azt szoktam mondani, hogy nyakban csukós rollert nem veszünk, főleg ha minden nap csukod, mert a sok csukástól előbb-utóbb kikopik a mechanika, és majd így jár a kormány a kezedben. Szerencsére ez tized annyira sem jár, ez a csukó, mint a Dualtron Mininél, és nézzétek meg ezt az anyagvastagságot. A Vepeden, ami 80 kg volt, hogyha megpakoltam, volt ilyen vastag a nyakrész, elég brutálra sikerült, nem bízták a véletlenre. Hát az első lámpa az ilyen kis rolleres jelzésértékű, de amúgy egész jól használható. Amit tudok, gyíkot, az az, hogy a rezgés, és szervizben eddig egy olyan volt, aminél ha ugye kanyargatod, akkor, vagy kanyarodsz jobbra-balra, akkor a kormánylednek a kábelét meg tudod tépni, hogyha a gyárban nagyon rövidre hagyták. Hát ez az összes kormányledes rollernél fönnáll, de gariba meg lesz javítva, és mondom, eddig csak egy volt.
és azt hiszem talán még egy defekt volt, nem mondom biztosra, de szétszedni még egyiket se kellett, és kb. Fél éve árulja a Future Board, a vizet első ránézésre is jobban bírja, mint a Dualtron Mini, főleg köszönhetően annak, hogy ugye burkolva vannak a motorkábelek is, mert ugye túloldalt van, de a Dualtron Mininél szabadon van, és a másik nagy előnye, hogy alacsony a roller. Én minden rolleremet eddig beültettem, nagyon jól vele menni úgy, hogy ilyen alacsonyan van, persze nem patkabarát, de hát ilyen kis pálcikákkal amúgy sem ugratgatunk, mint én hazafele, mert hogy volt olyan, de tényleg nagyon jó alacsony padlós rollerrel menni. Szitálásra egyáltalán nem hajlamos, ugye, hát most aki nem tudja, az az, amikor elkezd járni a kormány, mint az állat, aztán egyszer csak elborúsz, tök stabil cucc az egész. És ami még negatívum, az az, hogy az én 180 centimhez alacsony a kormány, hát kéne még bele 5 centi legalább, és a másik negatívum, hogy csukható kormány van rajta, a legrosszabb a vészetteken van, aztán van ugyanez a fajta, ami hernyócsavaros, utána jön ez, és ennél egy fokkal jobb, ami a zérókon szokott lenni, az pedig az, hogy ezt nem oldalra kihúzod, hanem rátekered és rászorítod. Ebbe ilyen sülyeztett fejű csavar van, én most jó combosan beállítottam, hogy le se tudjam húzni. Az a baj, hogy ezekkel általában nem foglalkoztok, a csukható kormányokkal, és az összes rolleren kb. Így jár a kezed, miközben vezeted. Nem szabad hagyni, hogy lötyögjön a csukható kormány, mert ha kicsit is tud mozogni, akkor minden egyes mozgásnál kopik és tágítasz rajta, azt egyszer csak le fog törni, és az nagyon nem vicces. Menet közben, mivel még nem kellett szétszedni egyet se, így nem tudom megmondani, hogy mi van itt stuszni gyanánt, hogy lehet-e cserélni a kormány, de hogyha majd szétszedek egyet, akkor lesz róla videó. Igazán meghagyhatták volna rajta azt a Dualtron csukható kormányt, ami szerintem a legjobb, ami a Thunder 1-en, Thunder 2-n, Ultrákon volt gyárilag, az azért már egész jó és magasabb is lenne. Hát kezelőszervek, a szokásos index kapcsoló, amit mindenről ledobálunk, multiswitch felmegy rá, vagy bármire ki lehet cserélni, és akkor itt egy lámpa kapcsoló plusz egy bekapcsoló. Ez a kijelző ugye ezen a rolleren debütált, külön van a gázkar, mint az i4-es kijelzős Dualtronokon, és így körülbelül sok minden nem is nagyon tudsz állítani, a power kapcsoló nyomkodásával tudod a sebességfokozatokat, mert ez már telefonappos, telefonról tudsz beállítani minden kis okosságot, motorerő, elfék, akukímélő, meg tényleg sokféle dolog, amit egy darabig nem értettem, hogy miért van az, hogy kék a kormány világítás, és itt meg megkapta az RGB-t, aztán miután ugye meg kellett javítanom azt a szakadt kábeles ledes populárt, rájöttem, hogy ilyen kicsibe nem gyártanak programozható RGB ledet, mint ahova ez be van préselve, és mivel ugye ezt föl kellett szednem itt ezt a műanyag takarólemezt, azért láttam, hogy a nyaka is elég combos, törésről én nem tudok, egyetlen egy Dualtron csoportban sem láttam, tényleg ilyen apró dolgok vannak rajta, hogy kiszivacsózni ezt, aztán még ami eszembe jutott, hogy meg kell zsírozni a kormányt, mert ahogy feszül, itt tud
recsegni, és így körülbelül ennyi, a kormányt meg majd, ha egyet szét kell szedni, megnézem, hogy lehet-e rá tenni, mert magas embereknek kényelmetlen lesz, és nagyon sok embert látok úgy, hogy a tökénél van a kormány, és 90 fokba be van görnyedve, és úgy rollerezik, egyszerűen nem lehet úgy rollerezni, mert nem biztonságos, az index az egész jól látható rajta, és furcsa, hogy egy ilyen kis rollerem van, de ezt kimertem vinni közútra, olyan közútra, amit az utolsó kátyúig és repedésig ismerek, mert ezt a kis kereket, igazából a fizikát nem lehet meghazudtolni, egy kisebb kátyú is el tudja téríteni, de a gyorsulása alkalmassá teszi arra, hogy közúton tudjak vele menni, a Nami klímas se az nagyon borzasztóan gyorsul, ugye, az egy motoros, de ez egy igazi kis mini rakéta. Én összességében tényleg meg vagyok vele elégedve, azt hittem, hogy egy rakás szar lesz, és ugye tökéletes rollerni is csak kevésbé szar, és ez pont félúton van. Egy kicsit foglalkozni kell vele, és egy egész jó roller lesz belőle. Köszönöm, hogy megnéztétek, fin voltam.